Szerbusztok, köszöntök mindenkit, Rekecki Kon Zsuzsanna vagyok, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola matematika tanára. A mai óránk témája a Gula átlós metszete. Tehát megismerkedünk azzal, hogy mi is, vagy megismerjük azt a fogalmat, hogy mi az az átlós metszet, hol található, illetve a különböző gúlák esetében az átlós metszettel fogunk foglalkozni, területét számítjuk, illetve meghatározzuk az alapját, magasságát. Hát akkor lássuk is. Tehát a gúla metszete azzal a síkkal, amelyik a gúla alapjának az átlójára és a gúla csúcspontjára illeszkedik, ez a gúla átlós metszete. A gúla átlós metszete egy háromszög, tehát szépen láthatjuk, melynek egyik oldala a gúla alapját alkotó alakzatnak az átlója, a másik két oldala pedig a gúlának az oldaléle. És lássuk először is a szabályos négyoldalú gúla előtt a téglalap alakú gúla átlós metszetét. Tehát, mint tudjuk, a téglalap két különböző oldalhosszúságú alakzat, tehát a szemben lévő oldalai ugye párhuzamosak, és a téglalapnak az átlóját tavaly 7. osztályban már megtanultuk kiszámítani, ugye D egyenlő gyök alatt A négyzet plusz B négyzet, ez fontos számunkra, mivel hogy ugye az alapnak az átlója egyben az átlós metszet, tehát alkotó háromszögnek az alap oldala, illetve a gúla magassága az szintén az átlós metszet magassága is. Ugye azt is tudnunk kell, amit már korábbi osztályokban tanultuk, hogy a háromszögnek a területét hogyan számítjuk ki. Egy-kettedszer alapszor a magasság, és ebbe a képletbe fogjuk behelyettesíteni ugye az átló és a testmagasságot. Így jön létre az egyenes négyoldalú gúla átlós metszetének a képlete, amelyet TD-vel jelölünk, mint az átlós metszet, és 1/2 gyök alatt A négyzet plusz B négyzet szer nagy H. Lássuk a következő átlós metszetet. Ez a szabályos négyoldalú gúla, tehát itt tudnunk kell, hogy a gúla alapja egy négyzet. A négyzet átlóját, rá szintén ismerjük már a képletet, ugye D egyenlő A gyök 2. És ezt fogjuk az alapképletünkbe, az 1/2 A szor H-ba beépíteni, és így lesz a szabályos négyoldalú gúlánk átlós metszete, 1/2 A gyök 2 szorozva nagy H-val képlet. Én ajánlom, hogy ezt tehát ne fejből tanuljátok meg a képleteket, hanem értelmezzétek az ábrát, tehát ezért nagyon fontos, hogy amikor feladatokat oldunk meg, akkor rajzoljuk meg először magunknak a gúlát, a szöveg alapján jelöljük be az ismert elemeket, és aztán sokkal könnyebb a képlettel foglalkozni. Lássuk a következőt, ez a szabályos hatoldalú gúlánk. Ugye azt kell tudnunk, hogy a szabályos hatoldalú gúla alapja egy hatszög, amely hat egybevágó, egyenlő oldalú háromszögből áll. És itt az átlós metszet a hosszabbik átlóra illeszkedik, illetve tehát megegyezik a gúla magassága az átlós metszet magasságával is, és ez fontos számunkra. Tehát így az átlós metszet képlete 1/2
kétszer A szor H. Mert ugye a hosszabbik átló az 2A-val egyenlő. És akkor lássunk egy kicsit bonyolultabb átlós metszetet. Amikor a szabályos hatoldalú gulánál a kisebb átlóra illeszkedik az átlós metszetünk. És ennél az átlós metszetnél még azt kell tudni, hogy ez nem merőleges a gúla alapjára, tehát ezért az átlós metszetet alkotó háromszögnek először meg kell, hogy határozzuk a magasságát. Ezt ugye Pitagoras tétellel fogjuk, tehát itt látjuk a második ábrán a H2, ugye ez az átlós metszet magassága, a nagy H a gúla magassága, és tulajdonképpen ez a kisebbik átló az alapot képező hatszögben lévő háromszögnek az oldalát megfelezi. Tehát innen jön az A per 2, mint befogó. Tehát akkor először én ajánlom, hogy külön a Pitagoras tétel alkalmazásával számoljuk ki a kis H-t, és utána illesszük be a képletünkbe, tehát 1/2 szer A gyök 3 szor kis H a képlet, amivel számolunk. És akkor, hogyha átvettük a képleteket, jól megjegyeztük, akkor nézzük a feladatokat. Legkönnyebb példákon keresztül begyakorolni az alkalmazásukat. Tehát a négyoldalú gúla alapja téglalap, amelynek oldalai 3 cm, 4 cm hosszúak, a gúla testmagassága pedig 5 cm. Számítsd ki a gúla átlós metszetének a területét. Ugye, mint mondtam, először rajzoljuk meg a gúlát, lássuk magunk előtt, rajzoljuk be az átlós metszetét, jelöljünk meg minden fontos elemet. Majd írjuk ki a feladatból az ismert elemek mérőszámait, írjuk fel, hogy mit keresünk, tehát mit számolunk a példában, és írjuk fel hozzá a képletet. Vizsgáljuk meg, hogy a képletben szereplő elemek mind ismertek-e. Hát, mint látjuk, az A, a B és a nagy H ismert a feladatból, tehát annyi dolgunk van, hogy behelyettesítünk a képletbe. A helyére beírjuk a 3-at, B-re a 4-et, és ezt szorozzuk 5-tel. Következő lépésben ugye gyök alatt négyzetre emelünk, 9-et plusz 16-ot kapunk, majd elvégezzük gyök alatt az összeadást, még minden más változatlan, gyököt vonunk, ugye 25-nek a gyöke 5, és végül elvégezzük a szorzást, 25 kettedet kapunk, amely átalakítva, ugye így is megállja a helyét, mint végeredmény, de ha elvégezzük az osztást, 12,5 négyzetcentimétert kapunk. Tehát a téglalap alapú gúlánknak az átlós metszete 12,5 négyzetcentiméter. Lássunk egy következő példát. Tehát egy szabályos négyoldalú gúláról van szó, átlós metszetének területét számítjuk, ismert az alapél, illetve a gúlának a testmagassága. Jöhet az ábra, ugye négyzet az alap, szükségünk lesz a négyzet átló képletére, kiírjuk a szövegből az ismert elemeit a gúlának,
felírjuk, hogy mit számolunk, képletet, T egyenlő 1 kettedszer A szor gyök 2 szorozva H-val. Megvizsgáljuk a képletet, látjuk, hogy az elemek ismerősek, tehát a mérőszámok adottak, behelyettesítünk a képletbe. A helyére a 4-est, a testmagasság helyére az 5-öt. Ugye itt lehet egyszerűsíteni a 4-est és a 2-est, két páros szám, és akkor a 4-es helyén ugye 2-es marad az egyszerűsítés után, 2x5, 10, a nevezőben ugye 1 van, tehát a törtet elhagyhatjuk, és így a területe 10 gyök 2 négyzetcentiméter lesz ennek az átlós metszetnek. Következő feladatunk már egy kicsit összetettebb lesz. Számítsuk ki a szabályos hatoldalú gúla kisebb átlós metszetének területét. Ha alapéle 2 cm, a testmagassága pedig 3. Ismét az ábrát, tehát megrajzoljuk, elemeket megvizsgáljuk, bejelölünk minden szükséges elemét a gúlának, majd kiírjuk a feladatból az ismert elemeket. Meghatározzuk, hogy mit számolunk. Ugye ezeknél a feladatoknál még egyértelmű, egyszerű, de a későbbiekben nem csak átlós metszetet fogunk számolni, tehát több kérdésre is választ kell, hogy kapjunk. Miután feltüntettük az adatokat, jön a képlet. Ugye azt mondtuk, hogy a rövidebbik átlójának A gyök 3 a képlete, tehát 1 kettedszer A gyök 3 szor kis h a terület számításunk képlete, és itt már látjuk rögtön, hogy ugye a képlet szerint nekünk kis h-t kell számolni, közben pedig a gúlának a testmagassága adott, tehát akkor itt bővül a kérdés, mekkora a kis h hosszúsága. És itt a Pitagoras tételt alkalmazzuk, ugye az átfogó négyzete egyenlő a két befogó négyzetének az összegével. Behelyettesítjük a mérőszámokat, négyzetre emeljük, mindkettőt, tehát 3-ból lesz 9, 2 per 2 az ugye 1, 1 a négyzeten 1-et eredményez. Elvégezzük az összeadást, majd gyököt vonva mindkét oldalból, azt kapjuk, hogy a kis h 10 cm-rel egyenlő. Most már minden elemünk adott, tehát be tudunk helyettesíteni az eredeti képletünkbe, és egyszerűsítés után, ugye a ketteseket leegyszerűsítjük, elvégezzük a gyök alatti számokkal a szorzást, és megkapjuk, hogy ennek a gullának az átlós metszete gyök 30 négyzetcentiméter. Lássuk a házi feladatot, és mielőtt rátérnénk a feladatra elemzésére, ajánlom számotokra, hogy készítsetek egy képlettárat a füzetetek hátuljába, és már az átlós metszet képleteit is vezessétek be, ezek majd ugye az kísérettségire való készülésnél nagy segítséget fognak jelenteni számotokra, ha egy helyen megtaláljátok az összes 8. osztályban, illetve visszamenőleg is a használatos képleteket. És akkor térjünk rá a házi feladatra. Számítsd ki a szabályos négyoldalú gúla átlós metszetének a területét, ha az alap átlója 8 cm, a gúla testmagassága pedig 5.
Tehát szintén rajzoljátok meg a gullát, írjátok be az ismert elemeket, vegyétek ki a feladatból a mérőszámokat, és a megfelelő képlet alkalmazásával oldjátok meg a feladatot. És ezzel én meg is köszönöm a figyelmeteket, szervusztok, viszontlátásra!